Készülnek az első fél év zárására, a leendő 9-esek fogadására, és segítik a végzősök továbbtanulását a karcagi Nagykun Református Gimnázium és egészségügyi szakgimnáziumban, derült ki Tóth Barna igazgatóval készült beszélgetésből. Februárig digitális oktatás keretében végzik a munkát. A vírus szempontjából a kollégák és a diákok visszajelzései alapján valamilyen szinten túl vannak a nehezén, így jól indult 2021 ebből a szempontból a refiben. 2021-es évnek az első hetét azt tudtuk, hogy hogyan fog indulni, hiszen úgy volt, hogy január 11-ig mindenféleképpen a középiskolák még a digitális oktatás kereteiben végzik a munkát. Ezt így is tettük, így is terveztük, ezzel semmilyen különösebb gondunk nem volt. Még talán örömteli hírként el tudom mondani azt, hogy nekünk vírus szempontból igazából a november második fele és a decemberi időszak volt nehezebb. Mostanra a kollégák és a tanulók visszajelzéseiből azt látjuk, hogy valamilyen szinten talán túl vagyunk a nehezén. És akkor ugye az elmúlt hét vége felé érkezett az a központi döntés, hogy egészen február 1-jéig ebben a rendszerben fogunk dolgozni, tehát a digitális oktatás keretei között, ami ugye azt jelenti, hogy nekünk az első fél évet így kell lezárnunk. Annyi tapasztalatunk van benne, hogy az előző tanévnek a végén ugyanezt kellett cselekednünk. Talán a jelentősége így fél évkor ennek még nem akkora, mint év végén. Úgyhogy most is erre készülünk, és talán még azt tenném hozzá, hogy nekünk természetesen nincs meg minden információnk arról, hogy ezen döntések megszületésénél mi a helyes út. Mi annak örülünk, hogyha minél hamarabb tudomást szerzünk erről, és konkrétan kiderül, hogy akkor most mi is a teendőnk, úgyhogy ez hál' Istennek megtörtént. A nyolcadikosoknak még tarthattak nyílt napot november 9-én, és összeállítottak egy több részből álló digitális csomagot, amit elküldtek minden olyan általános iskolának, ahonnan szoktak tanítványok érkezni hozzájuk, és honlapjukon is fent vannak az információk. Mi nagyon sok szeretettel várunk minden irántunk érdeklődő diákot, szülőt, akár úgy, és legfőképpen úgy, hogy hozzánk fognak majd jelentkezni, de ha esetleg még valakinek kérdése van, akkor állunk bárkinek rendelkezésére, egy bármilyen megkeresés után. A mi végzőseink pedig, ugye akik jelentkeznek a különféle egyetemekre, főiskolára, ők pedig szintén különféle online rendszerben megszervezett nyílt napokon tudnak részt venni. Most kaptunk információt arról, hogy ugye Budapesten szokott lenni egy ilyen edukáció elnevezésű szakkiállítás is ezzel kapcsolatban. Oda mi rendszeresen el szoktunk utazni viszonylag több végzős vagy 11. évfolyamos tanulóval. Most ez az alkalom is online formában lesz elérhető, de ezeket az információkat a tanulóink megkapják, és elég gazdag a választék egyébként, tehát az egyetemek ezt komolyan veszik, ezt a lehetőséget. A végzősök most a főiskolákra, egyetemekre sem mehetnek nyílt napra, ők is online rendszerben kapnak információt. Az érdeklődés hasonló, mint korábban a pályákat, szakokat tekintve. Az idén kifutó egészségügyi képzésük után a 9. évfolyamosoknál a gimnáziumi képzésre koncentrálnak, így például a magyar történelem oktatás erősítésével a bölcsészeti jogi előképzéshez segítenek szaktanáraikkal.